Hát szép jó estét kívánok mindenkinek, szép jó estét kívánok a Mohácsi TV nézőknek. Egy igazi baranyai El Clásico mérkőzés várható. Cseperka József helyett azonban most velem, Györfi Csabával kell megelégedniük. A mai napon a Mohácsi TL labdarúgó csapata vendégül látja a Bolyi SE labdarúgó csapatát. Itt az Újvárosi stadionban. A vendég Bolyiak jól kezdték a bajnokságot, hiszen rögtön hetet rúgtak a Szigetvárnak, mindjárt az első fordulóban. Azonban a következő három fordulóra csak egy-egy döntetlenre futotta az erejükből. Ellenben a Mohácsi csapat büszkén menetel még eddig végig a bajnokságban, hiszen mind a négy találkozójukat hozták és vezetik is így a bajnokságot. A forduló mérkőzésén az ellenfél csapatában ismerős játékosokat is láthatunk majd, hiszen nyáron négyen is éppen tőlünk igazoltak át Bolyba. Név szerint Kész Nándor, Dósa Tamás, Morvai Ferenc és végül, de nem utolsó sorban, Erdélyi Rihárd, aki sajnos jelenleg sérült. És akkor lássuk is gyorsan a felállást. A kezdő játékosok a vendégeknél, fehér mezben a Bolyiaknál, egyes mezben Dósa Tamás a kapuban, 16-os mezben Édelman Péter, 12-esben Fábián Dávid, 14-es mezben Morvai Ferenc, 6-osban Bolbalka Sergio Emilian, 2-es mezben Ambrus László, 13-asban Zsebe Gábor, 10-es mezben Magyar Dominik, 11-es mezben Stefán Levente, 19-esben Laki János, míg 7-es mezben Kis Endre fog játszani. A cserepadon fognak ülni, 22-esben Kész Nándor, 8-asban Dutweiler Ákos, 9-esben Sági Zoltán, 17-esben Kovacsics Máté, 4-esben Halas Dávid, míg 15-ös mezben Hegedűs Mátyás. A vendégek edzője Bolbalka Augustin. Lássuk a Mohácsi csapatot, 1-es mezben Windisman Dávid, 2-esben Strigenc Péter, 5-ösben Dávid Donát, 7-esben Gál Szabolcs, 9-es mezben Bruckner Balázs, 10-esben Rúb Dávid, 11-esben Németh Ádám, 12-esben Izsák Máté, 13-asban Spanenberger János, 14-esben Fischer Károly, míg a 15-ös mezben Jeránt Márk játszik. A cserejátékosok Horváth Gábor, Lőrinc Adrián, Fazekas Róbert, Szabó Gábor, Andorko Dániel és Nagy Ervin, az edző pedig a hazai csapatnál Nagy Ervin. És ahogy láthatjuk, balról jobbra játszanak a Mohácsiak, fekete mezben, míg a Bolyiak fehérben fogják rúgni a bőrt. És még mielőtt elmaradnánk a kötelező elemekkel, természetesen meg kell említeni a három játékvezetőt, pontosabban egy játékvezetőt, aki nem más, mint Éret Attila, az asszisztensek pedig Álló Tibor és Tamás Lajos, és jelenleg ugyebár a vendégek érkezhetnek egy szöglettel. A beadás ugyan jónak tűnt, elég veszélyes volt ez a mozdulat a Bolyiaktól, de szépen szabadítottak fel a Mohácsi fiúk. Egy bedobással jöhetnek a Bolyiak. Illetve egy szabadrugást láthattunk, bár bedobásnak tűnt innen nézve. Bal szélét játsszák a Bolyiak. Megpróbálják valahogy középre juttatni a labdát, de a Mohács egész jól védekezik. Nagyon szépen tartják a falat, mondhatni, hogy a félpályán túl nem is érkeznek a vendégek. Szép volt az odalépés. Megszólalt a játékvezetői sípszó, óvaintva a csapatokat. És a Mohácsiak jöhetnek. Bruckner Balázs íveli át a labdát, jól látta meg Izsák Mátét, aki szabadon helyezkedett el hátul. Nagyon szép a passz, nagyon szép a csel, le kell adni, sajnos elvesztette, semmi probléma, mehet tovább, és most fújta meg a játékvezető a sípot. Szépen fölállnak, rendeződnek a sorok, mind támadó, mind védekezői szinten. Édelman Péter továbbította a labdát, Morvai Ferenc passzolta át, és el is vesztették a Bolyiak, és már lehet is indulni, nincs is nagyon les helyzet mondhatni, szép is volt a besarkalás, csak sajnos rövidre sikerült. Bolyiak küzdenek a saját térfelükön, és dobással érkeznek a Mohácsiak. Egyébként, ami az időjárás tekintetében
ben el lehet mondani az, hogy a hétköznapi borús hangulatú időjárás ellenére most szerencsére hétvégére kitisztult, szépen süt a nap, enyhe szél mellett. Szerintem nagyon-nagyon kellemes lesz ez a mérkőzés, és bizony ne felejtsük el, hogy mind a két csapat, ha nem is éppen az első helyért küzdünk, de nagyon nagy rangadó, nagyon nagy összecsapás várható, hiszen Boly, Mohács, Mohács, Boly mindig nagy esemény. Egy fejes, és egy elcsúszás. Mohácsiak jöhetnek, szabad rugással. Hátrafelé játsszuk meg a labdát, a kettes mezben játszó Strigenc Péter, és a 12-es mezben játszó Izsák Máté az, akik hátul kicsit játszanak a játékszerrel, mint egy széthúzva ezzel is a Bolyak csatár sorát. Megpróbálják fölmérni azt, hogy esetleg hol lehet beütni a Bolyi védelmet, mikor lehet rugalmasan elindulni. Ez kicsit hosszúra sikerült ugyan, de talán ha még lesz egy jó becsúszásunk, nem, így most már a Bolyi kapusé, Dósa Tamásé. Ugye ő az az úriember, aki nem olyan régen még nálunk játszott. Egy kis harc, egy indítás. Mohácsi fiúk hazafejelik, és már is Windisman Dávidnál a labda. Indítja Izsák Mátét. Izsák Máté körbenéz, majd leteszi a 14-es mezben játszó Fischer Károlynak. Egy csel, majd egy szép passz, és szépen lassan, óvatosan, tényleg kihasználva mondhatni minden percet és a pálya teljes szélességét. Megpróbálják a mohácsi fiúk átvinni azt a Bolyi védelmet. Egy kis kapaszkodás, és szabad rugás a mohácsiaknak. Izsák Máté. Ezt sajnos elnéztük, de semmi probléma, korrigálható a hiba. Azonban így a Bolyiak törhetnek előre, de egy nagyon-nagyon szép csellel a 9-es mezben játszó Bruckner Balázs megszerezte a labdát. A bal széléről próbálunk meg feléledni. Nézzük a helyzetet, most elég szépen rászorítottuk a Bolyiakat a saját térfelükre. Egy középenre játszás, a 10-es mezben Rúb Dávid, aki szépen szedte le a labdát. Majd megszólalt ismételten a játékvezetői sípszó. Ezzel is egy kis rendezési jogot adva a mohácsiaknak. Egy kicsit kivárunk, összeállunk. Majd közvetlenül a jelzés után szerintem már el is rúghatjuk a játékszert. Egy szép ívelés! És hát egy pillanatra esküszöm, mintha bent láttam volna, de természetesen nem gól. Gondolom a tévénézők is egy pillanatra fölugrottak a fotelból. Az ívelés láttán nagyon szép kapura rugás volt. Kirugással jöhetnek a Bolyiak, Dósa Tamás a kapuból indítja játékosait. Kicsit küzdeni kell, úgy látom a labdának a szembeszéllel, hiszen a félpályáig is alig akart elmenni a labda. Ez természetesen nem Tamás hibája, hanem a szembeszél az erőkkel kell megküzdeni olykor-olykor egy-egy nyílt pályán. Le kell szedni a földre a játékszert. Szépen mohácsiak terelgetik. Megpróbáljuk a Bolyiakat továbbra is fenntartani a saját játék részükön, a saját térfelükön. Nagyon szép. Előnyszabályt ítélt meg a játékvezető, tehát intette, hogy továbbra is harcolhatnak a mohácsi fiúk. Strigenc Péter visszatette Fischernek. Majd egy óvatos próbálkozás a Bolyi kapura. Most azonban a vendégek kezdhetik el ostromolni a mohácsiakat.
a kettes mezben játszó Ambrus Lászlónál a labda. Le kell venni a földre ismételten, úgy, ahogy az előbb is történt. Nagyon szép, és volt egy lökés. Föl kell kelni, jelzi a játékvezető, hogy nem történt semmi. Bedobással érkeznek a bóiak. A 16-os mezben játszó Edelman dob. Hát eléggé eladjuk a labdát, jobbra-balra mind a két csapat mondhatni. Egy ilyen adok-kapokba vesz részt. De hát még nagyon a mérkőzés elején vagyunk, és tudjuk jól, hogy egy mérkőzés addig tart, ameddig a játékvezető le nem fújja. Volt már erre példa bőven a labdarúgás történetében, hogy szinte az utolsó percekben dőlt el egy-egy mérkőzés sorsa. Német cselezgetett a bói játékosokkal, Morvaival. Dobás a hazai csapatnak. Gál készülődik. És szöglet a hazai csapat számára. Német besétál a kapuhoz, míg a szöglet zászlóhoz, ugyebár érkezik Izsák, ha jól láttam. A beévelés nagyszerű, a fejelés kifelé a bóiaktól ugyanúgy szép, és javítom is önmagam, hiszen a 13-as mezben Spannenberger volt az, aki egyébként a szögletet elvégezte, le kellett volna venni, és most ott is van a játékvezetői sípszó. Jelzi a 7-es mezben játszó játékos Kis, hogy bizony lábbal érte, tehát nem volt semmi szabálytalanság, de a játékvezető az megdönthetetlen az ítéletében. Spannenberger készülődik a labda mögött. És hogyha valaki rendszeresen figyelemmel kíséri a mohácsi labdarúgást, akkor azt tudhatja, hogy Spannenbergernek ez a szög nagyon jól áll a lábára. Most is megpróbálja kapura helyezni a labdát. Egy picit talán gyengének bizonyult, amúgy szerintem nagyon-nagyon jó volt a szög, az ív, és maga az elvégzett szabadrúgás is. 16-os mezben játszó vendég Edelman passzol a 2-es mezben játszó Ambrusnak. Ambrus beíveli a labdát, és ott zsebe eldől halaszti alatt. Újfent a bóiaknál még a labda, a saját térfelünkön. Megpróbálta lekezelni a vendégjátékos, de sajnos ezt nem sikerült összehozni. A hazai csapat érkezhet bedobással. A 7-esben Gál végzi el a bedobást. Kikeresi az emberét. Rupp próbálja szerelni Stefánt, Rupp odalép, és Stefán kénytelen hátrafelé játékot játszani, egészen a kapuig tart ez a hátrafelé játék, és már érkezik is Fischer, a jobb oldalról próbált meg futni, a bóiak támadhatnak, kapott egy szép paszt a bói játékos, de a játékvezető közbeszólt, jelezte, hogy ott bizony nem lehet tovább vinni a labdát. Gál végzi el a szabadrugást. Strigenz. Egy kis passzjáték. Ott a háttérbe. Gál. Megpróbál kitörni a két játékos közül. És eléggé szabálytalanul lépett oda. Lenni is maradt a bói játékos. Természetesen nem sokára fölpattanunk a fűről, és mehet minden tovább. Edelman a bóiaktól elvégzi a szabadrugást Morvainak. Morvai tovább löki a labdát. Fábián. Majd a jobb szélről próbálkoznak a bóiak behatolni a mohácsi területre. És ebben a pillanatban kinn is van a labda, sajnos kivittük. Így aztán szöglettel jöhetnek a bóiak. Magyarál be a labda mögé. Nagyon gyorsan végezte el ezt a szögletet, szinte egy nagyon rövid passzal el is intézte az egészet Stefánnal közreműködve.
Szép komótosan Windisman sétál el a labdáért, nem kapkodja el, végig gondolja, hogy mit is fog tenni. Nagyon szépen. Nagyon szépen játszották el ott hátul az időt, kihasználva szinte, hogy bőven tudják rendezni a soraikat. És most így ezáltal már is a bóiak maradtak hátul, és a saját kapujuk előtt kell bizony cicázni a mohácsi fiúkkal. Edelman továbbítja Magyarnak, Magyar tovább pöcköli Bolboákának, majd onnan egy eladott Laszti. Dobással érkeznek a hazai fiúk, 15-ösben Jeránt fogja elvégezni ezt a bedobást. Az ellenfél fejére dobtuk a labdát, természetesen ez nem okoz problémát. Jó is lett volna az a csel, azt hiszem, Némettől, hogyha sikerül megvalósítani. Ezzel azonban a bóiak kerültek némi lépés előnybe, úgy látom, de nagyon gyenge paszt mutattak a bói játékosok, így aztán a mohácsia könnyedén szerezték meg a labdát. Egy kapus kirúgás vagy kibillentés után újfent a bói morvainál a labda. Egy átívelés, és továbbra is tartják. Bolboaka, ott volt egy esés, Kis dobta le magát a pázsitra. Stefán várja a lehetőséget, hogy elvégezze a szabadrúgást. Mohácsiak tömörülnek, közben a 16-oson számítanak esetleg a kipattanóra. Windisman igazítja a sorfalat, hogy, mert végülis ő látja azt, hogy melyik szög az, amelyik szabad. Azért valljuk meg, hogy ez a bojtól nem volt éppen egy rossz próbálkozás, akár veszélyesé is válhatott volna ez a történet. Szerencsére nem így lett, örülhetnek is a hazai csapat szurkolói. Az eredmény még mindig 0-0, tehát nem nagyon történt gólesemény, mondhatjuk így is. Volt egy-két szabálytalanság, hogyha esetleg valaki később kapcsolta volna be a tévékészüléket, az egy-két kisebb szabálytalanságot, meg a durván három kapura támadást eltekintve azonban nagyobb esemény nem történt. A játékvezető figyelmezteti a bói játékost, hogy egy kicsit próbálja meg összehúzni magát, mert előbb-utóbb ennek bizony nem lesz jó vége. A 9-es mezben játszó Bruckner próbált meg egy vakindítást, mint egy széthúzva az ellenfél játékát, majd le is passzolta a labdát. Strigens kardoskodott egy kicsit, aztán a bóiaké a labda. Laki hazaadja, és Dósa pedig kivágja a labdát a saját kapujuk elől. Ezzel lehetőséget adva egyébként a mohácsiaknak, akik szépen óvatosan játsszák meg a Lasztit, nem kapkodnak el semmit, még véletlenül sem. Strigens fut le a labdáért. Izsák. Vissza Strigensnek. Följátszunk egy kicsit a bal szélre, kicsit passzolgatunk itt hátul. Várjuk a kellő időpontot, a megfelelő ritmust az elindulásra. És a jobb szélén nagyon-nagyon remekül vette észre Gált. Hoppá! Semmi baj nem történt, attól függetlenül, hogy Dávid elesett. Természetesen nem volt nagyobb probléma. Jeránt játszik a széléről. Megtalálta emberét, Ruppot. Középen van egy kis harc, megpróbálják középre terelni a bói játékosokat, és sajnos senki nem figyelt, hogy itt lent a jobb szélen esetleg Gál játékba is kerülhetett volna, hiszen eléggé üresen állt.
Dósa kidobta a labdát, a 16-os mezben Edelman, az, aki visszapasszolja játékostársának, Morvainak. Bolboaka és Fábián az, akik megpróbálják a labdát tovább játszani. Kicsit a szélére szorultunk. Természetesen nem tudtak elkúszni a jobb szélen a vendégek. Így aztán egy nagyszerű átadás, ebből még bármi is lehet, hogy egy kicsit meghúzzuk magunkat, kicsit odarakjuk a pályára azt a sebességet, azt a tempót, akkor ebből még akár egy nagyszerű gól is lehet. Izsák tolta ki a bal szélére, nagyon bejátsszuk a pályát egyébként, kihasználva tényleg a teljes lefedettséget, ezt nézhetjük akár a kaputól kapuig, vagy a balról jobbra játékot, tehát tényleg a pálya teljes szélességét és hosszát befutják a játékosok. Kint volt a labda, jelzi a partjelző, tehát hiába is küzdött Strigens, hogy tovább tud majd kúszni vele esetleg a bal szélen. A játékvezető, pontosabban az asszisztens elég szemfüles volt ahhoz, hogy észrevegye, hogy bizony a labda elhagyta a játékteret. Bolyak így aztán jöhetnek is a bedobással. Ők sem kapkodják el, legyünk őszinték, szépen óvatosan. És az, a bedobás után szinte eladták a labdát nekünk, hogy mi érkezzünk egy bedobással, és már is így Izsáknál lehet a játékszer. Egy kis passzolgatás. Mi támadhatunk fölfelé, nagyszerű az iram, nem is volt rossz az a ritmus, az a kilépés, úgy gondolom. Egy kicsit ugyan leakadtunk a zárszónál, de ott is van 11-es mezben. Németh rakhatta a kapura, és hogyha egy picit, egy icipicivel erősebb, akkor talán Dósa mellett be is tudja vágni azt a gólt. Nem volt ez olyan rossz megmozdulás szerintem. Ezt egy kicsit gyakoroljuk, ezt egy picit erőltetjük, és szerintem előbb-utóbb meg lesz az eredménye ennek a fajta küzdelemnek is. Bolbalka és Rupp fejelt össze egy picikét ott a középpályán, és ott a lehetőség, a játékvezető azonnal befújta a sípot, és egy sárgalapot kapott a vendégek 19-es mezben játszó játékosa, Laki János. Ez volt egyébként a mérkőzés első sárgalapja, és továbbra is 0-0-át mutat az eredmény kijelző. Ez volt az első alkalom, hogy a játékvezetőnek lapért kellett nyúlnia. Elvégeztük a szabadrugást. A labda elhagyta a játékteret, így aztán a mohácsiak jöhetnek egy bedobással. Szögletre sikerült ki lőni, sikerült kiterelni a labdát a Bolyak közreműködésével egészen a szögletig. Ez ismét egy jó alkalom, hogyha sikerül egy nagyszerű lasztit beívelni, hogy esetleg gólhoz jussunk, és tudjuk jól, hogy ennek pszichikai hatása is lehet, hiszen aki először gólt rúg, az már egy kicsit fellélegezhet, míg az ellenfél csapat, aki kapja, annak egy picit koncentráltabbnak kell lennie ahhoz, hogy ne bukja el a mérkőzést. A Bolyak jönnek egy kidobással, Dósa dobta ki, 13-as mezben Zsebe passzolta tovább, újfent Zsebénél a labda. Egy kicsit egymás mögött futottak a játékosok, így aztán nehezen lehetett volna lepasszolni. Kettesben Ambrus vette át, Ambrus rárakta, megpróbálta bejátszani, sajnos ezt az akciót meghiúsították ugye a mohácsiak, pontosabban hát csak a Bolyaknak sajnos, mert mi mohácsiak örülünk neki, hogy minden egyes akciót sikerül meggátolni, minden egyes mozdulatot, minden egyes támadást, amivel próbálkoznak a Bolyak. Edelman próbálja a bal szélét megjátszani, jelzi is a játékos társa, Ambrus, hogy hát hova adta el a labdát, és hogy egy kicsit lentebb kellene, nem kell fölemelni azt a játékszert, hiszen
Füvön játsszuk, ezt jelezte is ugye a játékostárs, és ezzel egyébként újfent pozícióhoz jutottak a mohácsiak. Bruckner rakta ki a szélre, a tízesben Rupp vette át, jó is lett volna az indítás, egy picivel előbb indulunk meg, egy picivel, akkor talán még Dósa előtt oda is érünk. Morvai. Egy kis passzolgatás a háttérbe. Edelman kapja Morvaitól. Megpróbálnak újfent a bal szélről előtörni a Bolyak. Boly jöhet egy dobással. Elég erősen léptünk oda a labdára itt a pálya szélén. Hopp, jó, semmi nem volt, ez csak egy sima dobás lesz. Edelman. Sőt, szabadrugás lesz. Edelman végzi el. Edelman beíveli. Nem lett volna az olyan rossz a Bolyak számára, de a Mohács ismételten felszabadított, és most lehetne indulni, de nagyon hosszú volt ez az indítás. Kicsit rövidebbre szabjuk, akkor még Németnek jó is lehetett volna. A 25. perc tájékán járunk, még mindig 0-0 az állás, a Bolyak támadnak per pillanat. Elég vegyesre alakul ez a mai mérkőzés, hiszen mind a két térfélen zajlott már akció. Volt már jelenet, volt már kapura rugás. Talán a mohácsiak egy picivel többet támadták a Bolyakat. Többször volt olyan helyzet, amiből akár gólt is hozhattak volna a fiúk. A Bolynak ebből talán egy-kettő akcióval kevesebb jutott. De most itt a lehetőség a Boly előtt, hogy valamit villancson ezen az amúgy is erős rangadón. Stefán passzolja ki a jobb szélre, megunta azt, hogy középen játsszák végig a labdát. Szép volt az a lökés Jerántól, ahogy odébb taszította a vendégjátékost. És dobással érkezünk ezáltal mi. Jeránt dobása után egy fejes, majd megpróbálta Rupp megszerezni. Meg is tartja. Sikerült neki, megtartotta a labdát, most jön a macska egérjáték. Mert azért a Bolyak nem hagyják magukat. Ráálltak a labdára, azért elég erős védekezést állítottak föl a Bolyak erre a mai mérkőzésre. Sőt, szerintem mind a kettő csapat egy... Nem állítom, hogy tartanak egymástól, de mind a kettő csapat javarészt a védekezésre rendezkedett be, hiszen eléggé adok-kapok megy a két csapat között. Bal szélét húzzák meg a Bolyak, Edelman. Edelman teszi Stefánnak. Stefán tovább próbálkozik. Ez elég veszélyes volt, de szerencsére Windischmann ébren volt, és megszerezte azt, ami az övé. Windischmanntól egy kirúgás. Hát ez egy kicsit hosszúra sikerült. Újfent. Ezen az egy ponton, ha tudunk javulni, ezeken a hosszú labdákon, akkor azt hiszem, nem lesz itten probléma a mérkőzés hátra lévő részében. Morvai. Fábián ki egészen a jobb széléig. Zsebe. Zsebet tovább tolja, de sajnos eladta a labdát, ugyebár Kis. Így aztán a mohácsiaknál van, ők támadhatnak. Szép volt a csel, a bal szélen megpróbál betörni Spannenberger, de ez most nem sikerült. Jó lett az még, nagyon-nagyon a bal szélre húzottak ki a játékosok, úgyhogy így van jó is a meglátás, hogy a középpálya üres. Ez kicsit hosszú volt.
mind Fischernek, mind pedig Németnek kicsit hosszúra sikeredett. Tartják a mohácsi fiúk a lasztit. Bruckner. Bruckner, Dávid egy pillanatra úgy gondolta, hogy az övé lesz, de aztán végül is tovább engedte a lasztit Izsáknak. Izsák passzolgat. Kipasszolják Kist, akit eléggé megfuttatnak a pályán, hozzáteszem. Mondjuk ez is lehet egy taktika, hogy megpróbáljuk kimeríteni az ellenfelet. Minél többet fut az ellenfél, a vége felé annál lassabb lesz, hiszen elfogy az erő, elfogy a lendület. És talán ezt próbálják meg kihasználni a hazai csapat tagjai, tehát a mohácsi fiúk. Dósa vágta ki a labdát nagyon gyorsan a kapu elől, hogy nehogy valami nagyobb probléma történjen. De a bóiak támadhatnak. Klassz volt a felismerés egyébként a bóiaktól, hogy észrevette Ambrust középen. Ambrust tovább tolja, de már addigra a játékvezető már beintette a történetet. Egy szép ívelés a bal szélre. És már ott is lehet akár, ott is lehet az a valami, amit már régóta várunk. Német forgolódik a labdával. Újfent Németnél a lehetőség. Bruckner. Egy kis középharc. Hoppá, ott történt valami. Így van. Jogos is volt a játékvezetői sípszó. Harminc perc telt el az első fél időből. Úgyhogy ez a hátra lévő 15 percben azt hiszem az első fél időre nagyon meg kéne húzni a mohácsiaknak ahhoz, hogy tényleg az a pszichikai jellemző beváljon, amiről nem olyan régen még beszéltem. A 13-as mezben Spannenberger készülődik a labda mögött, a bolyak rendezik a soraikat, Dózsának nagyon kell figyelnie, mondjuk ő ismeri a saját játékostársait, és úristen, meg is van az első gól! Ott is van a gól a 9-es mezben, Bruckner a gólszerző, tehát ezzel meg is történt, ugyebár az, amit nagyon vártunk, mindjárt az első félidő 30. percében Bruckner hálóba talál. Ez talán még jól is jött nekünk ez a kis szabad rúgás, hiszen így legalább ki tudtuk használni mindjárt így 15 perccel a félidő vége előtt, hogy betaláljunk az ellenfél hálójába. Na most aztán a bolyaknak kell egy kicsit teperni azért, hogy akár győzelem, vagy legalábbis egy X-re kihozhassák. Természetesen, ahogy ezt eddig láthatták a kedves nézők, ezt a mohácsi fiúk nem nagyon fogják hagyni, sőt, mindent megtesznek, hogy ezt meg is akadályozzák. Vendégek jöttek bedobással. Kettesben Ambrus próbálta meg. Most aztán nagyon megindultak a bói fiúk. Leszették a labdát. Ambrus egy kicsit lefordult róla, így aztán le is maradt. Nem láthatta, hogy mögötte mi zajlik. Kivágták a mohácsiak. Dósa. Letette Morvainak. Morvai keresi, megpróbálja indítani Kist. Bolbáka, tovább játsza, Zsebe keresi, kinek lehet adni azt a labdát, Morvai, hát ez gyenge volt, mert jól is látta meg a mohácsi játékos, a 12-es mezben játszó Izsák Máté, hogy ezt a labdát bizony el lehet lopni. Meg is próbálta, de sajnos egy játékvezetői sípszóval kiegészítve meg is állították őt a gyepen. Izsák végezheti el a szabad rugást. Teszi a bal szélre Strigensnek, Strigens pedig tovább tolja a labdát. Kicsit a közepet nehezen tudjuk megjátszani. Eléggé szélről szélre megy a játék, mint ahogy ez az egész mérkőzést is jellemzi. Hoppott volt egy laza lerántás, vagy legalábbis egy visszahúzás.
észre is vette az asszisztens, meg a játékvezető is, aki természetesen meg is adta az ítéletet. Hátrafelé játszunk, Strigens tovább tolja Izsáknak. Izsáknak kellene fölnézni, sajnos túl cselezte magát, ezzel veszélyhelyzetet okozva a mohácsi fiúknak. A bolyaknak kell eldönteni, hogy most ezt hogy fogják megjátszani, de ott a kapuba ugyebár Vind is van, Dávid, aki jó ritmusban érkezett kifelé, és jókor feküdt be a labda elé, ha lehet így fogalmazni. Windisman kirúgja a lasztit, nagy valószínűséggel már le is rakta. És ugyebár itt jön az, amit a mai mérkőzésen már egy párszor elmondtam, hogy remélhetőleg ne legyen hosszú az a kirúgás, mert hogyha jó a kirúgás, akkor ott lesz a következő gól is. Ez most hosszú nem volt. Talán a levétel volt egy icipicit pontatlan, de ez nem okoz nálunk problémát. A tízes mezben Rupp Dávid volt az, aki megpróbálta leszedni, és egy picit be is sántított. Lehet, hogy talán a lábára léptek ott az ugrást követően. Hopp, így van, jogos a játékvezetői sípszó, hiszen Gált úgy rántották le. Izsák gyorsan elvégezte a történetet, és már is a bal szélről próbálhatjuk meg betörni a boly védelmet. Közben a szurkolók is elkezdték most már kiereszteni a hangjukat, a mohácsi fiúkat éltetve, természetesen a kézilabda lányai jöttek ki megnézni, ők rendszeresen egyébként vendégek itt a az újvárosi stadionba, ahol éltetni kell a mohácsi fiúkat, sőt, mi több, a mohácsi fiúk is elég sűrűn járnak kézilabda mérkőzésekre, ahol éltetik a kézis lányokat. Na de térjünk vissza a labdarúgó meccsre, hiszen a 11-esben német indulat meg a jobb szélről, megpróbálja szépen átadni, sikerrel is jár, és egy kapura lövés, ó, és sajnos Rupp lábáról valahogy lecsorog a labda a kapu mellé. Természetesen nagyon veszélyes volt ez a mutatvány is, már ami a boly védelmet illeti, de természetesen Dósa is a porondon van, és szemfülesen észrevette, hogy ebből még baj is lehet. Szöglettel jöhetnek a mohácsiak. Megtörtént a beívelés, a védelem kifejelte a labdát. Nekünk kell talpon lenni, egy kapura lövés, szerű. A 12-es mezben játszó Izsáktól, sajnos sikertelen, de még mindig mi uraljuk a labdát. Le kell rakni, nincs mese. Le kell rakni Németnek. Így van, nagyon szépen, még egy játékot lehetne húzni. Föl kell kelni, előnyszabály, jelez a játékvezető. Bruckner maradt lent egyébként egy pillanatra a füvön. Nagyon jó a mohácsi védelem, hiszen a félpályán túl alig-alig jutnak a bóiak. Itt lent ugyan Ambrus intett, hogy ő üresen van, szabadon van, de sajnos a labdát már nem kapta meg játékos társától. Bruckner. Egy kis háttérjáték. Strigens játssza meg ismét a bal szélt. Próbálják meg elhúzni oda a bóiakat. Visszajáték Izsáknak, Izsák viszont észreveszi a jobb szélen érkező Gált. Gál egy elegáns mozdulattal az ellenfélre lövi a labdát, így kiharcolva egy bedobást. Lefordul Német. Gál. Egy kis fejelő bajnokság a boly térfélen. Rupp Dávid lent marad a földön. Kicsit erősen betaláltak szerintem a kobakjára. Előfordul az ilyen, ugyebár ez a játék, ez a sport sem veszélytelen. Fábián, Morvai, Edelman.
Idemann próbálta indítani kést, de ez már sajnos nem jött össze. Kis hiába is próbál meg reklamálni a játékvezetőnek, sajnos ez már nem jött össze, ez a támadási sor, mondhatni. Így aztán a mohácsiak jöhetnek. Strigens és Izsák passzolgat, mint hogy az lenni szokott, és gondolom Strigens újfent a balszélt játsza meg, így is van. Ez már szinte papírformának mondható ezen a mérkőzésen. Jeránt tolta tovább. 13-as mezben játszó Spannenbergernek, aki vissza a Jerántnak, majd egy előre ívelés után egy kicsi ide-oda játék. Egy ilyen kis tiki-taki mozgást láthatunk jelenleg a labdát illetően. Ez még jó is lehet. Azt rá kell menni. Így is van. Így is van, nem szabad bántani. Okosan emelte föl a kezét Spannenberger, aki jelezte, hogy egyáltalán nem áll szándékában bántani Laki Jánost. Mintegy 5 perc van vissza körülbelül az első fél időből. 0-0, illetve bocsánat, 1-0-ra vezetnek a mohácsi fiúk, hiszen a 30. percben Bruckner szerzett egy gólt a hazai csapatnak. Így aztán most már csak 5 perc van vissza az első fél időből. Egy sárga lett eddig kiosztva, azt is a vendégek 19-es mezben játszó Laki Jánosa kapta szabálytalanságért. A bolyak próbálnak meg kitörni. Egy gyors szabadrugást akart elvégezni a kettes mezben játszó Ambrus, de aztán végül is valahogy nem jött össze az se. A mohácsiakra pattan a labda, így aztán újfent mi támadhatunk előrefelé. Az jó lehet. Így van. Ruppnál Alaszti, átíveli ide lefelé Fischernek. Fischer megpróbálja kijátszani a védelmet. Sajnos egy picit hibásan, így aztán újfent a bolyak támadhatnak. Magyar Dominik passzolta tovább a labdát, hátul egy kis játék. Morvai után Edelmannál a labda, Edelmann keresi, hogy hova lehet tenni. És megpróbálta volna indítani, de nem figyelte, hogy játékostársa már visszafelé sétált, tehát Ambrus már visszafelé érkezett, és a hetes mezben játszó Kis Endre pedig még csak meg se indult a labda irányába. Mohácsiak támadhatnak, Izsák, Bruckner, Strigens. Strigens előre vágja, megpróbálja a bal szélt fölül egy kicsit játékba hozni, mozgásba lendíteni. Nagyszerű volt hát az jó volt az a becsúszás, megmondom őszintén, de úgy tűnik, hogy lap lesz belőle. És lapot kapott itt az első félidő végénél, szinte a végénél a kettes mezben játszó Strigens Péter. Sárga lapos figyelmeztetés az a Mohács játékosának, a kettes száma játszó Strigens Péternek. Hajrá Mohács! Bolyak jöhetnek a sárga lap után szabad rúgással. El is végezte gyorsan Fábián. Megpróbál előre törni. Megjátszák a jobb szélt. Jókor lép oda egyébként Magyar. És elakad a labda a mohácsi védelemben. A mohácsiak jöhetnek támadással itt a nagyon alul. Lehet látni, hogy a 14-es mezben játszó Fischer, a csapat kapitánya, itt futott teljesen üresen. Csak föl kellett volna nézni egy picit, és egy újabb gól lehetett volna a félidő. Még az első félidőben. Még 2 perc van hátra a mérkőzésből. 1-0-ra vezetnek a mohácsiak. Ugye Bruckner Balázs góljával. Játékvezető is már az óráját nézte, aztán befújta a mohácsiaknak a lasztit. Dósa kocog el a labdáért, majd felpöcköli a szabadrugáshoz.
Szép lassan, komótosan nem kapkodják el már a mohácsi fiúk itt az első fél időben. Őnekik már nagyon nem kell fáradni az eredményért, hiszen az első fél idei 1-0-ás vezetés az nekünk nagyszerű, nekünk nagyon jó. Itt a Bolyaknak kell még futni, igen sokat a labdáért, és a második fél időben azt hiszem egy picit jobban oda tenni magukat, kicsit többet mutatni a saját játékukból. Nem igazán tudták egyébként megvalósítani a játékukat, hiszen a mohácsi védelem szinte minden egyes kapura lövési kísérletet blokkolt. Ugye legutóbb például láthattuk Windisman Dávid kapus megmozdulását, aki nagyon szépen feküdt a labda elé, és ezáltal akadályozta meg azt, hogy az a hálóba jusson. Bolyak támadnak. Laki tovább rakja Ambrusnak. Balbaoka, Laki. Vissza, lejátszák ide a labdát. Morvai. Morvai tette fejjel maga elé. Aztán újfent vissza játszunk egy kicsit. 12-es mezben Fábián. Lerakjuk a jobb szélre. És egy Bolyi ráemelést láthattunk, ami természetesen az imént említett mohácsi védelem újfent megakadályoz. Szinte olyanok, mint egy betonfal, mint egy kőfal, amit nem lehet áttörni, és nem is nagyon engedik a fiúk, hogy bármi hasonló esemény történhessen itt az első fél időben. 1 perc van vissza a mérkőzésből, jelezte a játékvezető is. A bedobás pedig elvégezte Edelman. Tehát már csak alig egy percet kell kibírni a mohácsi harcosoknak, hogy 1-0-val mehessünk le. Bolyak támadnak az 1 perces pluszban. Edelman próbálta jelezni, hogy esetleg megkaphatná a labdát Lakitól, de Laki megpróbálta kivinni a jobb szélére és onnan bejátszani, amit természetesen a hazai csapat játékosa Spannenbergen megakadályozott. Szöglet. Nem, bedobás. Bedobással érkeznek. Bolyak. Kivágás, egy kis reklamáció a játékvezetőnek. Természetesen ő nem látott semmit, így aztán mehet tovább a játék. Edelman, és Edelman határozottan, magabiztosan egy másfél-két kapunyira teszi le a labdát. Windisman teszi le. Szépen nyugodtan, nem kapkodja el. Nincs vesztenivaló, miért is kapkodna. És ebben a pillanatban a játékvezető lefújta az első fél időt. 1-0-ra vezetnek jelenleg a mohácsiak. Az első fél időben egy kis szünet, és természetesen utána visszajövünk. Egyébként az egy gólt a 30. percben lőtte Bruckner Balázs. 2 sárgát osztott ki a játékvezető, egyet a vendégeknek, Laki Jánosnak, illetve egyet Strigenc Péternek, a hazai csapat 2-es mezben játszó játékosának. Tehát akkor mindjárt jövünk a második fél idővel. Tehát ahogy ezt ígértem, vissza is tértünk a második fél idővel. Hogyha valaki lemaradt volna esetleg, akkor jelenleg a Mohács vendége nem más, mint a Bolyi SE labdarúgó csapata. Az a Boly, akik egyébként az első 4 fordulót egészen jól zárták, hiszen a Szigetvárt 7 góllal verték, majd a következő 3 mérkőzésen döntetlent hoztak a saját kis stekjükbe, ha lehet így mondani, míg a Mohács azért végig mind a 4 találkozót hozták, és vezetik is a bajnokságot. Tehát
ők a mi ellenfeleink, tehát ez a boly az, akit most jelenleg le kell gyűrni. Ha valaki lemaradt volna továbbra is az első félidőről, akkor el szeretném mondani, hogy a 30. percben Brookman egy szenzációs találatot ért el, azaz gólt szerzett a Mohács számára, 2 darab sárga lapot osztottak ki, egyet kaptak a vendégek, Laki János, illetve egyet a hazai csapat kettes mezben játszó játékosa, Strigenc Péter. És akkor elérkezett a második félidő. A játékvezetők és az asszisztensek a helyükön vannak. És ha minden igaz, akkor mindjárt a második félidőnél a kezdetén már lesz talán egy csere is. Érkezik a pályára a 15-ös mezben játszó Hegedűs Mátyás. Balról jobbra játszanak itt a második fél időben a bóiak, fehér mezben még jobbról balra, a fekete mezben a hazai csapat, tehát a Mohácsi TE labdarúgói. És akit lecseréltek, az pedig nem más, mint a 6-os mezben játszó Bolbalka Sergio Emilián. Tehát ő jött le a pályáról, és fölment helyette a 15-ös mezben játszó Hegedűs Mátyás. Emilián helyére 15-össel Hegedűs Mátyás lép. Hajrá Mohács, hajrá fiúk mindenben! Tehát már egy cserét bevetettek a vendégek a győzelem érdekében. És hogy mit hoz az elkövetkezendő, mint egy 45 perc, azt nem sokára megtudjuk. Egy kis séta, még egy kis igazítás. Még mielőtt elindítják útjára a dolgokat, a játékvezetők. Megjelezte a figyelmet a játékvezető, úgyhogy, és ebben a pillanatban el is indította akkor a második félidőt. Hogy mit hoz a második fél idő a csapatoknak, az nem sokára kiderül, hiszen ez egy igazi baranyai El Clásico, ahogy azt az első fél idő bevezetőjében is elmondtam. Tehát mind a két csapat nagyon keményen küzd, nagyon keményen harcol. Az első fél időben szinte a teljes játékteret befutották a játékosok, és láthattuk azt, hogy minden négyzetcentimétert kihasználnak, mind a támadásra, mind a védelemre, sőt, leginkább talán a védelemre, hiszen mindketten erre rendezkedtek be. Aztán valahogy a 30. percben Brucknernek sikerült áttörni a bói védelmet, és megszerezte az 1-0-ás vezetést. 19-es mezben játszol Lakiivel tehát a labdát. Izsák teszi tovább. Ez majdnem úgy alakul, mint az első félidő. Egy kicsit így egymásnak passzolgatjuk, ismerkedünk a játék térrel. A hazai pálya előnyeit élvezve azonban már is támadhat a Mohács, méghozzá Bruckner indítja a bal szélen található Spannenbergert. Spannenberger visszavágja be középre! És a 11-es mezben játszó Németh Ádám próbálja meg bebiccenteni a labdát a hálóba, sajnos eredménytelenül. De ami késik, az nem múlik, ugye? Mindjárt itt a második percben egy akció. A második félidő második percében szöglettel jöhetnek a mohácsiak. Bruckner teszi le a labdát. Nézi meg, hogy hova is kell pontosan illeszteni. Elindult a mozgolódás a kapu előtt, érkezik a beívelés, és jól lép ki a bói, a kapusa Dósa Tamás. Egy kis harc, egy kis belharc a 16-oson, majd felszabadítanak a bóiak. Nem tarthat sokáig az öröm, de mégis egy pillanatra úgy tűnt, hogy talán még blokk alatt tudjuk tartani őket, de sajnos a labda elhagyta a játékteret Bruckner lábáról. Bedobással érkezik a boly. Nem volt kint, így van. Laki szedte le. Tovább van passzolva a labda Morvainak. Morvai próbálja visszahúzni középre. Tizenhármasban Zsebe játszik egy picit.
kicsit rövidre rakta, nagyon ellazáskodta, így aztán a mohácsi védelem akár csak az első fél időben újfent felszabadíthatott, ismételten megmutathatták azt, hogy ezt a védelmet bizony nagyon nehéz lesz áttörni. Dósa vágja ki, 19-esben Laki, aki fogadja a labdát. Zsebe próbált volna megindulni a jobb szélen, de nem játszották meg. Most Zsebe villanthatott egy pindurkát, aztán szépen hátrafelé, kis lazanyugodt játékot mutatva Fábián adta át. Na de már is a mohácsiaknál a labda, és a bal szélen indulhat Német, aki már egyszer a mai mérkőzés második félidejének második percében egy nagyot villantott. De hát ugye Soklut disznót győz alapon, ő sem bír el a teljes védelemmel. Vagy mégis? És nem. Sajnos ki kotorta, ki sodorta a labdát. Vendégek érkeznek bedobással. Jelzik itt a bal szélen, hogy ők készen állnak. És a játékvezető a Bolynak intett egyet, volt egy lökés. A játékvezető figyelmezteti a játékost, hogy nem kellene, de nem csak figyelmezteti, elő is veszi a sárga lapot. És sárga lapot kap így a vendégek, hetes mezben játszó játékos, a kis Endre. Sárga lapos figyelmeztetés a vendégek, hetes számú játékosának, kis Endrének. Hajrá Mohács, hajrá fiú! Tehát kis Endre, ahogy a hangos bemondóból is hallhattuk, kis Endre az, aki a sárga lapot kapta egy lökésért. Szerintem abszolút felesleges egyébként az ilyen jellegű megmozdulás egy-egy ilyen mérkőzésen, hiszen ez mit sem fog változtatni az eredményeken, amelyben jelenleg a Mohács vezet 1-0-ra. Szép volt a becsúszás. És ezzel felszabadult a hazai kapu. Windischmann készülődik a kirúgáshoz. Itt látszik egyébként, hogy közbeszól a szél, hiszen míg a másik oldalról a félpályán túl tudta vágni a labdát, addig most ő is csak a félpályáig tudta elrúgni, akár csak az első fél időben Dósa. Egy játékos a pályán lemaradt, a játékvezető pedig jelzi, hogy a Bolyak jöhetnek. A játékvezető egy kis segítséget kér a játékoshoz. Nem nagyon látom a messzám alapján, hogy ki az, aki esetleg a földön fekszik. Annyira nagy baj talán nincsen. Vagy rosszul lépett, vagy egyszerűen csak begörcsölhetett a játékos lába. Így van, valószínű, hogy ez lesz itt a probléma. Vagy térd, vagy vádli, megpróbálják kimasszírozni. Tehát addig azért elmondanám a tévénézőknek, hogy nagyon-nagyon szép időnk van, és ez abból is látszik, hogy rengetegen jöttek ki ide az újvárosi stadionba. Nagyon-nagyon sok szurkoló, nagyon-nagyon sok néző érkezett, javarészt mohácsiak természetesen, de a bolyi szektort is lehetne köszönteni akár, hiszen ők is szép számmal kilátogattak erre a mérkőzésre, ami nem kis mérkőzés, ugyan nem egészen tétes, de mégis azt hiszem, hogy sokat nyom a latba, hogyha itt bármelyik csapat megveri a másikat, főleg, hogyha a Mohács nyer természetesen, akkor a hazai közönség az örülhet. És aki pedig a földön volt, az a 11-es mezben játszó Stefán. Ő volt az, aki egy kis ápolásra szorult. Picit rosszul vette le, lepörgött a lábáról Spannenbergernek a labda, de jól mozdult ki rá Strigenc, aki a legegyszerűbb megoldást választotta a probléma megoldásra,
méghozzá azt, hogy kitette a szűrét a labdának. Vendégek jöhetnek bedobással, Laki készülődik rá, gyorsan el is végezte. Azonban a mohácsi védelem újra meg újra megmutatja az erejét. Szép volt, hogy lemaradt a 15-ös játékos, Hegedűs a labdáról, így a mohácsiakhoz kerülhetett. Izsák jön előre, továbbadta Gálnak, Gál azonban már pöccintette is Fischernek. Fischer elesett, semmi gond. Fölállunk és szinte megyünk tovább. Úgy tűnik, hogy itt valami komolyabb probléma is lehet, mert a játékvezető leállította a játékot egy pillanatra, mert megérkeztek a mentők, de hát reméljük, hogy nincsen semmi nagyobb probléma. Megyünk tovább a mérkőzés tekintetében. Tízesben magyar. Egy passz le a jobb szélére Lakinak. Laki vissza pöccinti. Keresi a bolyi játékos, hogy kinek lehetne továbbadni a labdát. Ki az, aki esetleg tisztán van? Elvesztette sajnos magyar alasztit, de újra ott van Stefán. A mohácsiak lecsapnak a leendő alkalomra, azonban el is adják a labdát. Egy kis visszajáték. Magyar cselez. Rövidre sikerült az a passz. Hogy az jellemző volt egyébként az első félidőre, úgy a második félidőben is az látszik, hogy a bolyak a térfélre szorulnak, és elég erősen próbálnak támadni. Ambrus próbálkozik. Szép továbbítás Kisnek. Egy kis hátrajáték, nagyon kell figyelni szerintem most a mohácsi védelemnek, mert akárhogy is nézzük, ez a boly gólt akar rúgni. Nagy valószínűséggel a bolynál lesz egy csere. Újfent. Úgy tűnik, hogy a mentők mindjárt a második félidő elején lecserélt játékoshoz érkeztek. Ott történhetett egy kisebb probléma, de talán nincs olyan nagy baj, elnézve a mentőszolgálat munkatársát, ahogy rendbe rakják a fiatalembert. Egy kis eligazítás Windismannak. És a Mohácsnál is második fél időbe felhozzák a friss játékosokat a kispadról. Cserére jön le. Tehát cserére jött le az ötös mezben játszó Dávid Donát, míg fölment a nyolcas mezben játszó Lőrinc Adrián. Tehát Dávidot Lőrinc cserélte. Cserét követően pedig elég tempósan indult el a történet. Mindjárt egyből a frissen pályára lépő Lőrincnél lehet a labda. Egy picit ő is terelgetheti. Majd Fischer játszik vele a bolyi játékosok gyűrűjében. Másképp
bolyak ívelnek előre. Mohácson természetesen, a Mohácsban elakad. Strigens kiteszi a szélre. Jerántnak. Jeránt továbbítja Spannenbergernek. Spannenberger játszik, majd beteszi középre. Lőrincnek, Lőrinc vissza Jerántnak, és aztán kimegy a labda. A nézői elégedetlenség az asszisztensnek szól, mert szerintük nem a ból jönne, természetesen amit a játékvezető mond, annak úgy kell lennie. Mohács érkezhet bedobással. Közben a hatos mezben játszó Boly játékost, Bolboaka Sergio Emiliant a mentő szakemberek elkísérik a pálya széléről. Ezt csak úgy mellékesen szerettem volna megjegyezni. A Mohács támadhat. Mohács játsza ki. A Boly egy kicsit elhibázta, így aztán a mohácsiak futhatnak a labdáért. Azért a Boly is tartja magát, valljuk meg, legyünk őszinték velük szembe. Szép is az az indítás Rupptól. A bal szélén Spannenberger vágtathat a Lastier. Egy kicsit gyenge volt az a beívelés. A játékvezetői sípszó pedig megszólalt zsebefejese után. Magyar próbálta meg megállítani a mohácsiakat a támadásban. Jeránt a széléről elakad. Lőrinc jókor lép oda, Jeránt és Lőrinc egymás mögött játszik. Egy kis visszapöci szerintem ide, így van Spannenbergernek. Kner próbálja meg megvadítani a Boly fiúkat. A kettesben Strigens vágja előre, 13-asban Spannenberger az, aki szépen szedi le a földre. Egy gyönyörű átadás a 10-es mezben játszó Rupnak, majd egy próbálkozás ismét a kapura rakni. Dósa rúgta ki a labdát, ezt úgy látom, hogy egy picit lepörgött a lábáról. Természetesen a Boly játékos rossz helyre rakta vissza, így aztán a bal széléről Spannenberger indulhat meg. Ez közvetlen a játékvezető óra előtt történt vállal lökés volt. Ez vitathatatlan a játékvezetői sípszó. Ezt nem lehet elvitatni, azt hiszem. Spannenberger szó szerint repült. Bruckner készülődik elvégezni a szabadrugást. Dósa igazgatja a saját sorfalát, hiszen ő látja azt a szöget, hogy hol férhet be a labda. Bruckner ráíveli, és Dósa egy szép vetődéssel hárít. Ezzel megmentve a Boyt a következő góltól. Bedobáshoz készülődhet a mohácsi csapat, és közben lesz egy csere a Boynál. 17-es mezbe feljött Kovacsics Máté, és lement a 11-es mezben játszó Stefán Levente. Na de lássuk a bedobást! A vendég új csapat cserél a pályán, 17-es számmal Kovacsics Máté. Hajrá, Mohács! Elég nagy bedobás volt ez Jerántól, tehát nagyon-nagyon szép és hosszú bedobást láthatunk Jerántól, sajnos embert nem talált a labda. Fischer küzd a Boly harcosokkal, majd jól vette észre, hogy a 15-ös Jeránt újfent szabadon van. Lőrinc lép oda, még mindig megpróbálja megakadályozni, így van. És sikerül is megszerezni a labdát a 13-as mezben játszó Spannenbergernek. Nagyon jó, a ritmus az hibás volt. Jókor nyúltak oda a Bólyak. Ezt érzi is egyébként Spannenberger, mert egyből cipőt is kellett igazítania, tehát azért a Bólyak időben rakták oda a lábukat. Boly bedobás. Aztán egy mohácsi elfele, és Lőrinc, aki egyébként most állt be a második félidőbe, egészen
jól adja magát a pályán. A 19. percben járunk, 1-0 még mindig az eredmény. Alapvetően mondhatni a cseréket leszámítva, nagy változás nincs. A játékban mindkét fél nagyon aktívan védekezik, a Boly talán egy kicsit agresszívabb, kicsit támadóbb jellegű játékkal lépett föl itt a második fél időben. Szükség is van ez rá, hiszen 1-0-ás eredménynél azt hiszem mindent el kell követni, ha más nem a kiegyenlítéshez. Közben nézem az eseményeket, ott volt egy laza odalépés, a játékvezető sípol, megreklamálja Rupp, hogy ő szerinte nem történt semmi, hogy ő szerinte labdát ért. A játékvezető figyelmezteti, hogy tartsuk szem előtt a fair játékot. Aztán természetesen a baráti pacsi az ellenfél játékosával megtörtént. Bal szélről támad a Boly. Fábián. Visszajátszák nagy valószínűséggel. Ki a szélre? Laki. Laki továbbítja. Aztán volt egy kis ippon, majdnem. Ugye földre vitték Zsebét. Laki végzi el. Pöcinti balra. Fábiánnak. Tizármas mezben játszó Zsebe észrevette, hogy talán be lehet törni a mohácsi védelmet, de amilyen szemfüles volt Zsebe, olyan szemfüles mind is van Dávid, aki könnyedén kapta el a kapura rakott labdát. Kirúgást követően egy bedobással érkezhet a Mohács. A lökést azt nem adta meg természetesen a játékvezető, úgy ítélte meg, hogy nem volt szabálytalanság, és ugyebár tudjuk, hogy a játékvezetői síp a szent és mérvadó. Elég szép volt az a csel, azt hiszem. Reklamálás követ szinte a játék második fél idejében, ez eléggé izgalmassá teszi egyébként magát a játékmenetet, hiszen mind a két csapat küzd a győzelemért. Arról nem is beszélve, hogy a szép számmal megjelent néző közönség is most már egyre indulatosabban reagál egy-egy megmozdulásra. Közben a jobb szélén próbáltak a Mohácsok betámadni, még mindig azért részben uraljuk a helyzetet, aztán felszabadít a Boly. Még mindig nem nagyon lélegezhetnek fel a Bólyak, hiszen azért mégiscsak az ő felükön játsszuk ezt a játékot. Izsák vágja vissza előre, és most ott is van a lehetőség, hogy a 11-es mezben játszó német meginduljon a labdával. Egyedül van a labdával, de sajnos túl hosszan indítja saját magát, így aztán Dósa kivágódva megszerzi a labdát. Micsoda helyzet volt, kérem szépen. Ez nagyon szép helyzet volt mind a kettő csapattól, hiszen német nagyszerűen indult el. Csak egy icipicit hosszan indította magát, így aztán Dósa gyönyörűen szépen jöhetett ki, és vehette el a labdát német elől. Jó lesz ez, hiszen a Mohácsiaknál a labda. 9-es mezben játszó Bruckner cselezget. Jeránt, Bruckner. Bruckner még egy cselt bevet, aztán Jerántnak passzolja. Továbbítja a bal szélen álló 13-as mezben játszó Spanenbergernek, aki sajnos elveszíti, de ettől még nem lélegezhetnek fel a Bólyak, hiszen folyamatos támadás alatt állnak. És ott is már érkezik is befelé újból német. Nagyon-nagyon villant ez a fiatal ember a mai játékon, akár csak Fischer, aki két emberrel küzd meg. Két emberrel küzdött alig messze a 16-ostól. Spanenberger zavarja meg a Boly 10-es mezben játszó magyart, aki kénytelen elpöckölni a labdát. Zsebe fut a labdáért, és kint van a Mohácsiak érkeznek bedobással. Jeránt végzi el. Mindisman igazítja játékosait.
éppen Izsáknak kiabált, hogy egy kicsit jobbra kellene állnia, mert veszélyes lehet a jelenet, a történet. Strigens kitolta, a partjelző pedig jelzett, hogy a bolyak érkezhetnek bedobással. Magyar cselezget közvetlenül a mohácsi kapu előtt. Ez még veszélyes is lehetett volna, ha jobban fordul le esetleg Kovacsics, de ott is van már is az indulás. Német lehetett volna a gyorsabb, de Dósa Tamás sajnos fölvállalva a kockázatot, hogy üresen hagyja a kaput, kifutott a labdára, és Német elől lehalászva kirúgta a szélre. Egy kicsit nagyobb tempót diktált volna Német, szerintem akkor meg lett volna ez, azért Dósát ki lehetett volna cselezni, és az üres kapuba ugye már nem lett volna bonyolult bepattintani a labdát. Természetesen még nincsen igazából veszve semmi, tény, hogy a bolynak nagyon kell harcolnia, nagyon-nagyon nyomulnak a fiúk, hiszen nagyon győzni szeretnének bizonyítani a mind ide látogató közönségnek, mind pedig ugyebár a bajnokságban is nem ártana nekik, hogyha ezt a pontot ők hazaviszik. Ehhez azért a Mohácsnak is lesz egy-két szava, mint ahogy azt láthatjuk is. Bedobással jönnek a bóiak. Laki végzi el a bedobást. Mohácsiak meg lefejelik, és már oda is fejelték szó szerint Spannenberger lábára. Német támadhat, egy kicsit megzavarodott, egy kicsit elvesztette a fonalat a labda ügyében, hiszen fölpattant a sarkára, de nagyon jó ez, hogy állandó stressz helyzet alatt tartjuk a bói csapatot. Ahogy azt a mérkőzés folyamán többször jeleztem, ismét bizonyosodik, hogy igencsak a bói térfélen játsszuk az egész meccset. Annak ellenére, hogy a boly agresszíven próbál támadni. Bedobást követően a bolyak pattintanak. Magyar. Kis hagyta egyébként tovább gurulni a labdát, ezzel megzavarva a mohácsi fiúkat, de ez nem segített. A mohácsiak továbbra is a védekezésben bajnokok, ha lehet így mondani. Nagyon szépen beleállnak mindenbe, és oda teszik magukat. Ott volt egy odanyúlás, a játékvezető előnyszabályt ítél, így aztán a mohácsiak vihetik a labdát. Ez volt a második eset. A játékvezető ezt már be is fújta. Ugye Rupp lemaradt, az első eset után lemaradt a füvön, míg a második esetnél azért Fischer csak-csak fölkelt. Most a játékvezető visszasétál, beintette. Tehát bekérette a játékvezető a gyúrót, aki megpróbálja lábra állítani Ruppot, nem ártana, mert Rupp azért az egész mérkőzés alatt egész jó játékot mutat, tehát azért oda teszi magát a feladathoz, a munkához, akár csak a második fél időben nagyon nagyokat villantó Német, akinek ugye most már volt azért egy pár helyzete, amit egy icipici gyorsasággal ki is lehetne használni, és szerintem ez javulni fog. Rupp lábra állt, a gyúró még elkíséri, érdeklődik a hogyan felől, de úgy tűnik, hogy nincsen komolyabb baj, Rupp továbbra is játszani fog tudni. Játékvezető megbeszélte a vendégekkel is az inzultust, majd megfújta a sípszót, így aztán a 9-es mezben Bruckner Balázs végezheti el a szabadrugást, majdnem hosszú lett. És így egy bedobással érkeznek a mohácsiak, hiába is integet a bói játékos Laki János, hogy nem róla ment ki a labda, azért ez nyilvánvalóan látszott, hogy Spannenberger időben lépett félre. Jeránt végzi el a bedobást. Német lökte vissza, Bruckner
lecsavarodott sajnos jobbra, nagyon azt mondja, hogy a lábának a jobb szélét talált el, azért tekerte le ennyire a bogyót. Németnek lett volna jó az indítás Fischertől, szép a sarkalás Fischertől, és a 13-as mezben játszó Spannenberger sajnos egy kicsit balra fölvágta el azt a labdát. De azt hiszem, hogy a dominancia az látszik, hogy a Mohácson van. Egy cserére készülnek a bóiak. Duttweiler Ákos érkezik a bóiak csapatához. A vendégcsapat Bói Együttesé cserél a kettes számú játékos, mikor Ambrus László helyére. És Ambrus helyére érkezik be Duttweiler Ákos. Tehát Ambrus, aki egyébként, valljuk meg, egész jól játszott az első fél időben, sőt a második fél idő elején is volt egy-egy villanása, őt cserélte le most a Bói edző Duttweilerre. Bóiak indítanak, egész jó volt a csel. Ez nem is volt annyira veszélyes, mint amennyinek látszott. Magyar varta egyébként a mohácsiak hálójára a labdát, de Windisman Dávid természetesen szemfüles volt, és látta, hogy ebből mi fog kikerekedni, így aztán könnyedén halászta le a felső léc elől a labdát. Egy elég magas kirúgást láthattunk Windismantól. Spannenberger küzdi át magát a védelmen, Németet indítja! Német egy csel, két csel, nagyon szép, egy kis továbbítás, vissza be középre Rupnak, és kipattan. A bóiak támadhatnak, egy gyors rekontrát láthatunk, aztán elakad ez a gyorsaság valahol, továbbra is nagyon a biztonsági játékra törekednek a bóiak. Talán ezért attól függetlenül, hogy agresszíven támadnak, de mégis biztonságosan teszik mindezt. Talán ez is köszönhető annak, hogy nem nagyon jutnak át a mohácsi védelmen. Zsebe. El is adta a labdát. Lőrinc vette el tőle. Nagyon szép. Volt egy laza odanyúlás. Bruckner rugott oda a tízes mezben játszó magyar Dominiknak. Játékvezető a helyére kéri a Lasztit, mielőtt tovább engedni a folyamatot. Laki készülődik a szabad rugáshoz. Windismannak nagyon kell igazítani a játékosait, hiszen ez nem is olyan rossz szög. Nincs is annyira messze, ebből még bármi lett a bolyak számára. Bolyaktól szép is volt a beívelés, de ahogy az lenni szokott, elakadt a mohácsi falba. És a játékvezetői sípszó pedig jelezte a történet végét. Windismannál lehet így aztán a labda, és már teheti is ki a bal szélre, vagy megjátszhatja esetleg a középen álló Ruppot és Német párost. Így van, a közepet válassza. Németnek ez kicsit magas volt, így aztán hagyta, hogy a Bói játékos fejelje ki mögül le a labdát. Ez félig szerencsés, hiszen így a Bói némileg előnyhöz juthatott. Aztán visszaszorultak a védekezésből. Laki tette tovább Morvainak. Morvai próbál meg megindulni. Kijátsz a 8-as mezben játszó Duttweilernek. Aztán egy laza labda, amit Windisman megint csak kényelmesen megfoghat. Így van, végig is játszott a szinte vonalig, kihasználva az időt és a területet. Majdnem, mint egy matematikus már úgy bánt a labdával, ugye, hogy használta a teret, az időt, meg a gömböt. Windisman kivágja. Aztán a Bói játékos a 14-es mezben játszó Morvai lefejeli a labdát. Lőrinc, újfent hazaadás. Windisman pedig lendületből rakhatja újra meg újra előre a labdát, hiszen nincs keresni valója a mérkőzés labdának a mohácsi csapat térfelén. Lőrinc próbálkozik. Így van, Lőrinctől láttunk egy nagyon szép mozdulatot. Rupp viheti a labdát.
Rub Dávid az, aki most egy kicsit hátra pöccinti, lehet befelé hozni, így van, a közepet kell játszani, lehet figyelni, hiszen a bal szélén ott áll nekünk Spannenberger teljesen üresen. Spannenberger leteszi a földre, és ki is pöcköli a bal szélre Jerántnak. Jeránt beadja középre, és Németh sajnos nem indult el. Sajnos Németh nem indult el időbe, későn vette észre, hogy játékos társa Jeránt esetleg ezt teljesen középre rakhatja. Bolyak támadhatnak. Teszik is ezt, büszkén becsülettel. Zsebe tette tovább, de elakad a védelemben. Mi jöhetünk? Spannenberger. Spannenberger szépen rakja tovább, egy kis cica játék. 11-esben Németh, aki villant, 1-0-ás eredménynél. Hoppott volt egy laza rántás, a játékvezetőnek ugye háttal voltak, úgyhogy az nem sokat láthatott. Most jelzi is az asszisztens, hogy ott volt egy kis messzhúzás, egy kis kötényhúzás. 1-0 egyébként jelenleg az eredmény a mérkőzés folyamán a második fél időben. A 35. percben járunk. Tehát a második félidő 35. percében még mindig 1-0 az eredmény. Rengeteg támadást, rengeteg jó megmozdulást láthatunk a mohácsi fiúktól, hiszen folyamatosan blokkád alatt tartják a Bolyak kapuját. A védelmüket szinte átütik, átverik, míg a Bolyak próbálkozásai ugyan agresszív és nagyon-nagyon kemény, és tényleg most is azt láthatjuk, ahogy próbálkoznak, de a mohácsi védelem pillanatok alatt képes fölállni a pályán. Most is egy szép kifejelés, és Spannenberger indulhat meg, fölnéz, megnézi, hogy hova lehet tenni a labdát. Szép is térdel a levétel, kicsit visszajátszuk, és a mohácsiak jöhetnek egy dobással. Németh vezettette ki a labdát a vendég együttessel. A mohácsiaknál cserére kell számítani, a négyes mezben érkező Horváth Gábor fog érkezni a kispadról. És már érkezik is a játékos. A hazai csapat a mohácsi cseréje, a 10-es számú Rub Dávid egy nagy kapcsolat. Tehát Rub Dávid az, aki lejön a pályáról, és cserére érkezett a 4-es mezben játszó Horváth Gábor. Rub Dávid játékáról, hogyha lehetne így jellemezni a játékát, a mai mérkőzésen szerintem nagyon jó volt, nagyon jókat villantott, nagyon jókat mutatott, és nagyon jó passzokat, illetve labdákat adott a játékos társainak. A cserét követően pedig mindjárt egy támadásra szorítjuk meg a Bolyt. Lőrinc Adrián volt az, aki egy nagyot villantott a 16-os környékén, de Dósa Tamás időben érkezett a labdára. Egy Bolyi kirúgás és egy mohácsi fejelés. Nagyon jó lehet. Lőrinc egyébként a csere óta figyeljük a játékát, akkor nagyon aktívan ott van a pálya minden szegletében, tényleg végigfutja az egész meccset itt a második fél időben. Egy kis hazai kapu előtti tilitoli. Jerántnak kell fölmenteni. Egy kis csúsztatott fejes Spannenbergtől, míg a 11-es mezben lévő Németh az, aki letisztázza, és egy picit lefékezi a labda sebességét. Fel is kell zárkózni a mohácsiaknak. Tehát a védelem összeáll, és akkor mindig van ugyebár egy támadó rész, aki mindig harckészen áll, szinte az első mozzanatra figyelve. Itt említeném meg Németet, aki ilyen téren nagyon szemfüles. Zsebe. Zsebe próbálja meg a mohácsi védelmet, Spannenberger veszi le azonban. Tovább passzolja, aztán újra Spannenberger kapja a labdát, Németnek tolja tovább a bal széten. Németh támadhat be is viszi középre a védők mögött, megpróbálja, lerakja a túlszélére. Ezt talán mondjuk én nem csináltam volna ilyen hosszan, de hát ő látja közvetlenül a pályáról, hogy kinek lehet pontosan adni a labdát. Szerintem, ha a Lőrincet választja, akkor talán egy kicsivel jobb választás lett volna, ettől függetlenül, ahogy azt mondtam már egy párszor, nem lélegezhet fel a Bolyt, hiszen folyamatosan támadják a mohácsi harcosok. Felszabadít Laki, majd hazaad a 13-as mezben játszó Zsebe. Dósa rakja tovább, és a bal szélen elindul felfelé Edelman. Németh megállítja, nem sokat teketóriázik, pillanatok alatt el is passzolja a labdát, és miután egy rosszul lépett, rossz csúszás volt, nincsen szabálytalanság, ebből akár gól is lehet.
és német egy hatalmas helyzetet hagyott ki, egy brutális hatalmas helyzetet, egyetlen egy csellem múlott, hogyha az megtörténik, akkor már azt mondhatnánk, hogy 2-0-ra vezetnek a mohácsiak. Így azonban továbbra is csak 1-0-t mutathat az eredmény kijelző, mert német sajnos ezt a hatalmas lehetőséget elhibázta. Nem szabad elkeseredni, nem szabad ez a helyzet miatt összetörni, én azt hiszem, lélekben továbbra is együtt kell maradni, mert csak úgy lehet győzelemre vinni ezt a mai meccset. Ez az akció egyébként a 39. percben zajlott, mintegy 6 perc van vissza akkor még a valóságos játékidőből, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, azt nem tudni, hiszen ugyebár volt egy kis lesérülés, volt egy kis játékidő állás, úgyhogy felkészülhetünk, feltételezem, hogy lesz hosszabbítás. A labda az abszolút elhagyta a játékteret, de már mennek is érte. Elmentek érte. Közben a Bojnál történt egy csere, a 13-as mezben játszó Zsebe Gábort váltották le a 9-es mezben játszó Sági Zoltánra. Tehát Zsebe lejött és Sági felment a placra. Szöglettel készülődhetnek a bójiak. Remélhetőleg a mohácsi védelem agresszíven felállt, és nem enged teret a labdának. Szép a beadás, aztán egy csúsztatott fejes a mohácsiaktól, lehet is futni a labdáért, meg kell blokkolni. Spannenberger így van, oda is tette magát a feladathoz, úgy, ahogy azt elvárható egy mohácsi játékostól. Ismét szöglet, most a másik oldalról jelentkezhetnek a bójiak a szöglettel. Tehát még mindig nem nyugodhatunk meg ez a szöglethez, most már magyar készülődik, ő próbálja meg beívelni a labdát. Lássuk, mit tudnak kihozni a bójak ebből a helyzetből. Jó, aki jövetel, egy kicsit veszélyesé vált, aztán szép, nyugodtan Windischmann ráborul a labdára. Kényelmesen összeszedi, és jelzi itt lent a bal oldalon, ugyan Windischmann jelzi, hogy befelé kellene futni, de itt lent a bal oldalon a négyes mezben játszó horvát mutatta, hogy ő bizony nagyon szabadon van, akár be is mehetett volna, lehetett volna futni. Jó lesz az. Szépen okosan bánt a labdával. Spannenberger halálhiggadtan húzta le a labdát a lábára. Kicsit elvesztettük azt a lasztit. Magyar próbálja megindítani játékos társát, aki értetlenül mutogat, hogy hát hova kapta az indítást. Ugye Sági az, aki most lett becserélve, és ő értetlenkedik, hogy miért oda lett indítva, amikor ő nem is arra futott. Csere lesz a mohácsiaknál. A 16-os mezben lévő fazekas Róbert érkezik a pályára, míg a pályán egy kis ápolói segítségre szorul a 13-as mezben játszó Spannenberger János. Spannenberger egyébként a mai meccsen nagyon jól csinálta azt, amit csinált, tehát tudja a dolgát, érti is, és látszik is a játékán, hogy nagyon ügyesen tud kiugrani, nagyon ügyesen időben tud elmozdulni a pozíciójáról a győzelem érdekében. Mindjárt kiderül, mert egy pillanatra úgy tűnt, mintha Spannenbergert cserélnék, de nem. Nem Spannenbergert cserélik. Tehát a 16-os fazekas Róbert érkezik föl a pályára, és aki pedig lejött, az nem más, mint a 11-es mezben játszó német. Ugye pontosítást kapok, mert nem láttam sajnos. Igen, ha jól láttam, akkor talán német Ádám jött le. Erre azért most nem merném föltenni a tipmixemet. Windischmann rúgja ki a labdát. Megpróbálta levenni Spannenberger. Kicsit lecsúszva. Strigens kíséri egész Windischmannig.
vagy Windisman kísérte Strigenset, ezt most már sosem tudjuk meg, hiszen mind a ketten eléggé egyszerre mozogtak a labda irányába, bedobást végezhetett el a Mohács, ami nem túlzottan jól sikerült, így aztán a Bolyiak lába elé került a labda, a 12-es mezben játszó Fábián játszotta haza a bőrt. Edelman Péter indulhat meg a bal szélen, a Bolyiak javára tovább passzolja, de hát két védővel nehéz, vagy két játékossal nehéz megküzdeni a Bolyiaknak is. Izsák teszi Windismannak. Windisman szépen kényelmesen ráfekszik, és megvárja az idejét. A játékvezető természetesen jelzi, hogy keljen föl, ne húzza az időt, de hát itt már nincs nagyon mit húzni, hiszen a 44. percben járunk. Az azt jelenti, hogy alig egy perc van vissza az egész mérkőzésből, és jelenleg a Mohács támadhatja a Bolyiak kapuját. Kicsit hosszan indított a saját magát Fazekas, így aztán le is maradt a labdáról, amit a Bolyiak remekül ki is használnak, aztán elkövetik szinte méterről méterre ugyanazt a hibát, hogy hosszan indítják saját magukat. Ezáltal aztán a labda elhagyta a játékteret. Beléptünk a 45. percbe, mint egy fél perc van vissza az egész mérkőzésből. Nagy valószínűséggel hosszabbítás várható. 1-0-ra vezetnek a mohácsi fiúk, tehát a hazai csapat. 1-0-ra vezet itt az Újvárosi stadionban, ahol ismétlem nagyon szép szerével, számával kilátogattak a nézők. És hogyha ez így megy tovább, akkor előbb-utóbb teltházas nézőközönség között játszhatjuk a meccseket, és ez jó is lesz szerintem, jót fog tenni a mohácsi focinak, a mohácsi foci csapatnak, kell is a szurkolás. És ha minden igaz, akkor 4 perc lesz a hosszabbítás, így ahogy ide hallatszott a pályáról. Tehát el is indult akkor a hosszabbítás, méghozzá egy mohácsi bedobással kezdve. Egy szép hosszú bedobást láthattunk Mohácstól, majd újra a labda elhagyja a játékteret, és megismételhetjük pontról pontra ugyanezt a folyamatot. Lőrinc ilyen haloványan odalöki a labdát, nem kapkodja el, hiszen hova is siessen egy 1-0-ás vezetésnél. Aztán megtörtént a bedobás, a 16-os mezben játszó Fazekas támadhat a jobb szélről, kicsit meg is küzd a sarokban, és kiharcolja, hogy a Mohács tudjon valamit alkotni. A csapat kapitánya Fischer kocog ki a pálya szélére, jelzi neki Fazekas, hogy ott van, neki lehet adni a labdát, ő megpróbálkozik majd áttörni a védelmet. Aztán addig-addig játszunk, ameddig a végén a Boly érkezhet bedobással a saját térfelénél. 16-os mezben játszó Edelman Péter nagyon gyorsan el is végzi a bedobást. Mohácsiak lefejelik a kapott labdát, és itt van a lehetőség. Hát ennél nagyobb lehetőség szerintem már nem is lesz az elkövetkezendő, mint egy 3 percben, mint hogy ebből a helyzetből gólt szerezzünk. Nem mernék megesküdni, hogy bárki bárkihez hozzányúlt volna, de a partjelző úgy látta, hogy bizony szabadrugást kell ítélni a Bolyiak számára, így aztán ők jöhetnek. Gyorsan el is végezték. Balszélről próbálnak. Nagyon a szélén játszanak egyébként a Bolyiak, és többnyire ez a vesztük, mivel majdnem mindig elbaltázzák, úgymond, tehát mindig kipattintják a labdát, és ezzel rengeteg lehetőséget adnak a mohácsiaknak újfent, újra meg újra a felállításra, a védősorfa felállítására. Egy helyzetet láthattunk. Nem mertem volna elkezdeni kiabálni, mert látszott a labda iramán, hogy az nem lesz annyira komoly probléma. Na, gyerünk! Lőrinc mutathatja meg megint a szaktudását, lerakta a lasztit Brucknernek. Bruckner tovább pöccinti. Így van, tovább pöccinti a 15-ös mezben játszó Jeránt Márknak. Ő már keresi is, hogy hova lehetne ezt beilleszteni. Hogy hova lehetne ezt konkrétan betenni. Megpróbálja a cselt. 2 védővel küzd, megpróbálja kivitetni a szögletre, de sajnos ez nem jött neki most össze. De még mindig a miért, és így viszont addig-addig harcolt, addig küzdött, ameddig csak-csak Mohács jöhet az akcióval. Tehát addig csinálta, ameddig legalább egy bedobást megpróbált kiharcolni. 9-es mezben Bruckner Balázs, az, akihez most éppen a labda került. Ez vissza lesz szerintem, hát ez már így nem, de amúgy mertem volna állítani, hogy vissza fogja sarkalni Jerántnak.
de természetesen a játékvezető úgy látta, hogy a Boly játékosról ment ki a labda, hiába is reklamál, a 19-es mezben játszó Laki János, róla ment ki a labda, így aztán a mohácsiak jöhetnek. Szép, kényelmesen, komótosan elkocog Jeránt a labdáért, hiszen alig van vissza 1-2 perc az egész mérkőzésből. Mondhatni, már percen belül vagyunk szerintem. Mohácsiak dobhatnak. Jeránt állt oda. Így van, eldobta egy jelzés a játékvezetőtől. Most már itt nem lehet itten sokáig bohockodni, úgymond, hiszen a játék végéhez értünk. Ezt már a nézősereg is tudja, akik nagyon-nagyon sokan látogattak ide. És ebben a pillanatban véget ért a Mohács Boly labdarúgó mérkőzés. 1-0-val a 30. percben szerezte Bruckner a gólt. Lehetett volna akár 2-0 is, hogyha a német egy kicsit becselez még Dósa előtt, akkor meg lett volna a második is, de azt hiszem, ettől függetlenül nagyon szép játékot láthattunk a mohácsi csapattól, hiszen fantasztikusan teljesítettek a srácok, végig fogták, végig blokkádolták a Boly csapatot, nem lehetett átütni a védelmünket, nem lehetett egyszerűen bevenni a kapunkat, a kapusunkat is meg lehet nyugodtan itt említeni, Windisman Dávidot, fantasztikus bravullal védett, mindjárt az első fél időben egy iszonyatos vetődéssel kapta ki a háló elől a labdát, aztán a felső léc fölül is kiemelte, lehalázta. Én azt hiszem, hogy egy nagyszerű mérkőzést láthattunk. A Boly játékát sem szabad szapulni, alábecsülni, hiszen nagyon-nagyon agresszíven támadtak, főleg a második félidőben. Volt egy pár sárgalap, egy pár sérülés, de mindezektől eltekintve egy fantasztikus mérkőzést láthattunk, egy fantasztikus időjárással megspékelve. Én nagyon-nagyon szeretném megköszönni minden kedves tévénézőnek, akit sikerült a fotelba ültetni és végignézni ezt a meccset. Szeretném megköszönni azt, hogy végignézték, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki segítette ezt a mérkőzést ahhoz, hogy 1-0-ra elverjük Boly csapatát. Ezekkel a képekkel búcsúzunk. Búcsúzik az operatőr Jáger Vilmos és a riporter Györfi Csaba.